A községi illetékesek szerint az entai önkormányzat semmilyen hivatalos dokumentumot nem kapott arra vonatkozólag, hogy a civil fórum kiket jelölt ki a pénzösszeg elosztására. Ezért kérték fel a bizottság munkájában már tavaly részt vett személyeket idén is a munkára. Nem dokumentáltuk eddig az üléseket. Az elmúlt 8 évben nem volt ez gyakorlat, mert maga a fórum nem egy jogi személy, de eddig nem is kérte senki tőlünk, tehát az önkormányzattal ez egy ilyen fajta megegyezéses kapcsolat volt, hogy amit a fórum úgymond, itt van mindig ilyen esetekben az önkormányzat képviselője, látja, hogy a civilek kit választanak meg, azt ők, természetesen a hivatalos dokumentumokban azt a személyt rakták be. Ez egyfajta megegyezés volt. Hát most ezt módosított az önkormányzat arra hivatkozva, hogy nem volt hivatalos jegyzőkönyv és okirat. Az ülésen elhangzottak alapján a helyi önkormányzat továbbra is készen áll a civil szervezetekkel való együttműködésre. Maximálisan támogatja a civil szervezeteket, úgy a működésük, úgy a manifestációkra, tehát 6 millió dinárt választunk ki, ami nem kevés pénz. Ez mellett ugye tehát az önkormányzat részéről, tehát úgymond helyiséget is több civil szervezet, nagyon sok civil szervezet részére biztosítunk, valamint ezeknek a helyiségeknek az állandó költségeit, tehát az önkormányzat fedezi. Az összejövetel határozata szerint mostantól jegyzőkönyvet vezetnek a civil fórumokon meghozott döntésekről. Így a jövőben elkerülhetik az ilyen jellegű problémákat.